Hát sajnálatosnak kell mondanom, de nem tartom valószínűnek, hogy van ma Magyarországon olyan ember, aki ne naponta találkozna vagy gondolna arra a tragédiára, ami a magas hegyekben történt nemrégen magyar hegymászókkal. Nézzünk meg egy pár hangulati képet, ha nem is pont abból, hanem egy ahhoz kötődő témában. Nos, hát amit láttunk, az élő valóság. Stúdióban a vendégem dr. Várhelyi Tamás, főiskolán gazdasági főigazgatója, aki a képeken is látható volt. Hogyan kezdődött a kapcsolata ezzel a hegymászással egyáltalán? Hogy került kapcsolatba Erős Zsolttal? Ez két külön kérdés. A hegymászással kapcsolatom az itt indult Egerben, mert egyrészt a sziklamászás az azt jelentette, hogy lehetett bemászni a várba, ugye kis gyerekkoromban, illetve nagyapám vitt mindenfelé a bükkbe, és a bükk szikláit másztam meg, illetve kötélen is ő tanított mászni, vett egy nagy hosszú kenderkötelet, és akkor azzal próbálkoztunk. És ehhez képest én nagyon sokat másztam a hegyeket, de nem sziklát, hanem egyszerűen ez egy magas hegyállás, és egyszer egy közös ismerős révén, egy olyan 5 éve ezelőtt futottunk össze az Erős Zsolttal, és ő egy kicsit tanított, és még ugye tovább minket, hogy kell a barátommal, Kovács Bencével voltunk, aki most a Graphisoftnak a japán irodavezetője, és két komolyabb túránk volt együtt. Milyen hegyen találkoztak először? Mekkora magasságban? Hát az első hegy, amit együtt megmásztunk, az a Großglockner volt. A Großglockner ugye Ausztria legmagasabb hegye, egyébként egy ilyen 3700, majdnem 3800-as hegy. Tehát itt nem a magassággal van a probléma, hanem ez egy nagy különálló szikla tulajdonképpen, és hát minden hegynek van normál útja, ami szintén a Großglockner esetében sziklamászást jelent, meg speciális útjai, és hát az első nap után Zsolt azt mondta nekünk, amikor felmentünk a menedékházhoz, hogy ő úgy látja, hogy nekünk ez elég jól megy ahhoz, hogy ő felvinne minket a gerincen, tehát nem a normál úton, és hát ott akkor nem lesz annyi ember. A profi hegymászó úton akkor. A profi hegymászó úton, és akkor nem lesz annyi ember, és akkor jobban fogjuk mi is élvezni ezt a dolgot, tehát így indult ez a dolog. Milyen volt az első benyomása róla? Milyen személyiséget ismert meg benne? Ő egy rendkívül laza, közvetlen ember volt, akivel tényleg már első beszélgetések alatt tulajdonképpen összebarátkoztunk, és hát ez az út is olyan volt, hogy már az első nap után olyan közvetlen viszonyban voltunk, ő elmondta, hogy hát most mire számíthatunk, ő szerinte ez így rendben lesz, de azért azt is hozzá kell tennem, hogy egy bevállalós fajta volt, tehát annyira azért nem ismert minket, hogy egy nap mászás után erre a gerince biztonságosan felvihessen, tehát volt benne azért egy kicsi kockázat. Meg akarta ismertetni a kalanddal önöket a veszélyekkel, hát hogy... Hát nyilván ő ezt úgy fogja fel, hogy ő ebben nagyon profi, és ha látja rajtunk, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni nagyjából, akkor azért ugye ez egy közös mászás, ahol a kritikusabb részeken ő megy elől, és akkor ő kötélet biztosít, és akkor hát volt is ilyen rész, hogy szükség is volt erre a biztosításra. Tehát ebben az értelemben, ha ő jól biztosít, akkor ez nem igazán életveszélyes természetesen. Abban az értelemben ugye elég meglepő volt először nekünk is sok magánmászásunk ellenére, hogy
volt olyan gerincrész, hogy egyik oldalon 500 méter, a másik oldalon 1000 méter alattunk. Volt is egy olyan kis gigszer, hogy én amikor pihentünk, letettem magam elé a sisakot, és akkor abban a pillanatban, amikor kicsit rossz helyre tettem, már 500 méter eleje volt a sisak, és akkor Zsolt idott a sajátját, és akkor úgy abba. Volt, éreztek olyan kisugárzást, hogy személyiségéből, hogy biztonságot adó volt, hogy érezték, hogy nem lehet baj, mert hiszen ő itt van velünk. Hát abban az értelemben igen, hogy mondom, a kritikus szakaszokon éreztük, hogy akkor jól odafigyel, és akkor ha valami, mert ugye ez az van, hogy a kötél nem segíti a hegymászót, az csak biztonságot ad. Igen. Tehát mi másztunk utána. Az egyértelmű volt, hogy ő pontosan látta, hogy merre kell mászni, ugye ez egy adottság megint, mert egy ilyen hosszú sziklamászáson, ahol kilométereken át kell az utat kiválasztani, ott azért nagyon el lehet téveszteni, melyik a könnyű valójában, melyik a megcsinálható és melyik nem. Igen. Tehát ezt éreztük, és főleg azt éreztük, hogy ő képes volt úgy lelkesíteni az embert, hogy meg tudod csinálni, meg fogod csinálni. Beszugerálta a sikert. Igen. Volt-e további találkozási lehetőség, még találkoztak-e magasabb csúcsokon is? Hát magasabb csúcson nem, illetve igen, egyszer elmentünk együtt megmászni a Mont Blanc-t, ahol ugye, tulajdonképpen szintén ő volt a vezető, illetve egy nagyobb csapat volt, ott volt más is, de ott gyakorlatilag nem tudtuk megmászni a hegyet, mert ránk jött egy viharos rossz idő, és örültünk, hogy egyáltalán le tudtunk jönni, pedig ott is a nehézét, ahol mászni kell, azt már megcsináltuk a tetején, ahol már inkább csak ilyen jeges túra lett volna, az maradt ki. Hát ott is tulajdonképpen ez volt, hogy az technikailag kevésbé volt nehéz a Mont Blanc, mint ez a Studiográt a Glasgow-tán, de abban az értelemben meg egy kritikusabb helyzet volt, hogy ott a rossz idő miatt egy jegessé vált sziklákon kellett lemásznunk. Az igazán veszélyes lehet. Mi a csábító egy ilyen hegymászásban igazán? Mi fogta meg, hogy ennyire áldozott érte? Hát ugye ez mindenkit megfog valamilyen szinten, akinek ebből sikerélménye lesz, hiszen ez egy olyan egyvelek, hogy egy koncentráltság, egy technikai siker, egy fizikai siker, meg maga a hegy a szép, az egy teljesítmény. Most ő, aki ebbe ennek szentelte az életét tulajdonképpen, ő egyértelműen ebbe volt a legjobb. És neki ezek olyan kihívások voltak, hogy minden egyes esetben bizonyítani. Egyrészt, hogy meg tudja csinálni, másrészt ő nagyon szeretett erről beszélni. Tehát rengeteg fórumon vett részt, ha nem történik ez a tragédia, bizonyára ide is eljön. És akkor a fiatalokat, akiket ez érdekel, az úgy lelkesíti, hogy azért nagyon jó érzés, tehát amikor az ember megmászik egy hegyet, akár legyen ez egy kisebb hegy, tehát nem az extrém dolgokról beszélünk, hanem egy abszolút biztonságos kisebb hegy, amit azért fárasztunk megmászni, meg azért valami technikai tudás csak kell hozzá, az is egy nagyon nagy élmény mindenkinek, hogy én akkor ezt megcsináltam. Tapasztalt olyat a személyiségében, hogy azért őt az is mozgatja, hogy ő most, mint magyar ember, fölkerül oda, ezt a pici országot képviseli, ahol nincsenek akkora hegyek, mint amiket ő meghódított, és hogy példát mutasson a fiataloknak esetleg? Hát ő ugye Magyarországot azért Kárpát-medenceként fogta fel, tehát itt is vannak hegyek, ő ott is gyakorolt a Kárpátokba, tanult meg mászni eredetileg. És egyértelműen igen, tehát ő neki például nagyon fontos volt az, hogy a magyarság ne fogjon, tehát ezt mindenfelé emelte, hogy ez egy alapvető dolog. Hát nyilván a erdélyi gyökerek miatt is van ez, tehát ott az ott élő magyarság azért megtapasztalja, hogy ahol még mit tudom én, egy generáció ezelőtt többségben voltak, ott most kisebbségbe kerülnek. Tehát ez egy olyan érzés, hogy test közelből lehet érezni, mennyire fontos a
nemzet szempontjából, hogy a hogy ne fogjon, hogy a népesedés megfelelő legyen, hogy ugye egészséges családokban sok gyerek legyen. Benne van a hegymászásban, magas hegyeket is mászott. Ismerte Erős Zsoltot, akire egy picit most emlékezünk azért, és egy picikét talán komolyabban is gondolunk most rá. Számomra egy picikét olyan ellenmondó hírek jöttek erről az eseményről ott fönt, a tragikus eseményről is, hogy nem fizettünk a serpáknak, hogy mi történt, hogy kikapcsolta a rádiót a társa, hogy nem történt. Hogy látja, mi lehetett a valóságot fönt? Hát itt két dolgot kell elmondani. Egyrészt, amit én is olvastam elő, és hát ugye én nem vagyok ilyen professzionális magashegyi hegymászó, de azért hozzá kell tenni, hogy már 4000 méter fölött is hegyi betegséget lehet kapni. Nekem egyébként volt ez egy oxigénhiányos állapot? Ez hát annál bonyolultabb, de igen. Tehát nyilván az oxigén hiány az alapvető, és annyira fárasztóvá válik minden lépés, és annyira nehézé válnak bizonyos döntések meghozatala is, hogy ott azért nem lehet azt mondani, hogy az ember teljesen józan fejjel mérlegel. Én úgy látom, hogy abban az értelemben nem volt professzionális ez az egész expedíció, hogy nekünk nincs annyi pénzünk, mint jó pár más országnak. Igen. És egyrészt emiatt ők többet bevállaltak, mint amint esetleg szabad lett volna, hogy akkor most mindenképpen fel tudnak erre mászni, és felmásztak. Másrészt meg hát szóval nem volt mögöttük az a háttér támogatás, ami esetleg segíthetett volna a túlélésben. Tehát nyilván, hogyha ott vannak a serpák, akik esetleg visznek kötelet, akkor a kevésbé fáradtabb ember ugye felül van a másik a kötél segítségével ereszkedik. Tehát ugye, hogy a mászásnál nem segít a kötél, az ereszkedésnél már segíthet. Igen. Akkor azért nagyobb esély lett volna nyilván a túlélésre, illetve hát egyáltalán nem indultak volna el egy ilyen szituációban, amikor azért látszott, hogy emberfeletti erőfeszítést kell hozzá, hogy ezt megcsinálják. Hát a mászás meg későn indultak vissza, igen, ezt is. Igen, tehát a mászás azt meg tudták csinálni, de ahhoz is már emberfeletti erőfeszítés kellett. Ilyenkor mi a szabály a hegymászásban? Úgy maradt fönn a nevük, mint akik meghódították ezt a csúcsot, vagy sikertelen csúcshódításként? Én úgy tudom, hogy úgy maradt fönn, mint akik meghódították. Mert hiszen ott voltak. Igen, tehát ez nem olyan, hogy akkor felment és visszajött, és ez a teljes dolog. Hát most tragédia után is én úgy gondolom, hogy már csak az emléküknek is tartozik azzal a hegymászó társadalom, meg Magyarország, hogy akkor most ők ennek a csúcsnak a magyar meghódítói. Sajnálatos, hogy nem sikerült már erről lejönniük, mert tényleg egy bizonyos erő feszítés után még az olyan szinte elnyűhetetlen ember, mint Zsolt, az se bírja tovább. A tragédia az tragédia, azt az ember úgy éli meg, úgy marad meg benne. Erős Zsolt ezen túlmutat egy picit, mert én úgy gondolom, hogy az ő élete, az ő szellemisége, az ő jelensége, ahogyan ő gondolkodott, élt, az fönnmaradt továbbra is, és nyugodtan mondhatjuk, hogy példaértékű lehet az ő élete ezzel együtt a fiatalok számára a kitartásban, a hitben, a ragaszkodásban, a magyarság tudatában. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm.